Jó reggelt! Köszöntelek a DevOps Akadémia villámképzésén. Én Czakó Krisztián vagyok. Mai alkalommal a Multipass-ről lesz szó, ami egy nagyon jó eszköz arra, hogy Ubuntu alapú virtuális gépeket, akár Windowson, Linuxon vagy Macen gyorsan, könnyen, egyszerűen létre tudj hozni, használni. Mire jó ez? Fejlesztésre, tesztelésre, ahol egyszerű gépeket kell gyorsan létrehozni, valamit abban futtatni, megnézni, hogy hogyan működik, és utána azt könnyen egyszerűen le is tudod törölni. Nincs szükség arra, hogy bonyolult telepítési eljárásokon menjél végig, egyszerűen kiadsz egy parancsot, és van egy működő virtuális géped, erre jó a Multipass. A mai alkalommal megmutatom neked a telepítését Windowson, Linuxon és macOS-en, illetve a használatának az alapjait, hogy virtuális gépeket létrehozni, indítani, leállítani, felfüggeszteni, újraindítani, törölni, eltakarítani az útból azokat, amik már nem kellenek, illetve nyilván menet közben ezeknek a használatát, hogyan tudsz benne parancsot futtatni, hogyan tudsz benne shellt indítani, illetve hogyan tudsz egy olyan aliaszt létrehozni, amivel a host gépen kiadott parancs automatikusan a virtuális gépben fog lefutni. Illetve a host mappa csatolása, hogy ugye a host gépeden lévő fájlokat el lehessen érni a virtuális gépbe, vagy ami ott készül, az megmaradjon a host gépen a virtuális gép törlése után is. Ez is benne lesz, illetve a virtuális gépek automatikus inicializálása, ami szerintem az egyik legnagyobb haszna ennek a megoldásnak, hogy Cloud Init segítségével, egy Cloud Config beküldésével egy komplett előre inicializált virtuális gépet kapsz, tehát elindulunk egy alap Ubuntu-ból, és azon elvégez mindent a Cloud Init neked, amit kell. Ennek a használatát is megmutatom. Vágjunk akkor bele, kezdjük a Windows-os telepítéssel. A Windows-os telepítéshez, illetve bármilyen más telepítéshez a multipass.run oldalra kell menjél, és ott van leírás arról, hogy hogyan tudod telepíteni. Itt az installnál lehet kiválasztani az operációs rendszert, kezdjük a Windows-zal. A Windows-os telepítéshez itt van a link ahhoz, hogy le tud tölteni, ez a Download Multipass for Windows, ezt letöltöd, ez egy telepítőt fog nekem letölteni, ezt meg is tette, megnyitom a telepítő fájlt, igen, futtatni fogom ezt a telepítőt, azt mondja, hogy telepítjük, igen, next, gyakorlatilag egy agree, azt mondja, hogy megkérdezi, hogy milyen virtualizációt akarsz, és itt a Windowsnál nagyon fontos, ha Windows 10 vagy 11-ből Pro Education Enterprise verzió van, amiben van Hyper-V, akkor a Microsoft Hyper-V-s opciót választ. Hogyha olyan Windowsod van, amiben nincs Hyper-V, például egy Home Edition, akkor az Oracle VM VirtualBox-os opciót választ, és telepítsd föl az Oracle VirtualBox-ot is ahhoz, hogy tudjál virtuális gépeket létrehozni. Ez egy Windows Pro, amin én csinálom, ezért a Hyper-V-s változatot fogom választani, úgyhogy ezzel megyünk. Szeretném, hogy a Multipass belle legyen a passbe, tehát el tudja mérni parancsorból, amikor használom, ugye egy parancsori eszközről beszélünk itt Windows alatt is, és hova telepítsük a ProgramFiles Multipass alatt, tökéletes, föltesszük a különböző kiegészítőit a démonjával együtt, és a telepítés után azonnal lehet használni, ennyi kell ahhoz, hogy működjön. Tehát amint látod, maga a Multipass nem egy virtualizációs eszköz, ő egy virtualizációs menedzsment eszköz, és használja maga alatt az operációs rendszer által adott virtualizációt. Ez Windows alatt, mint az előbb elmondtam, vagy a Hyper-V, vagy a VirtualBox, attól függ, hogy milyen Windowsod van. Linux alatt a QEMU, illetve a KVM környezet, macOS alatt pedig a macOS-nek a saját virtualizációs környezete, de bármelyiknél lehet a VirtualBox-ra is váltani ezekből. Jó, azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezt használni tudjuk, újra kell indítani a Windows-t, mert a Windows-t általában újra kell indítani, úgyhogy hajrá, egy Windows újra indítása után ez működni fog. Még megtörtént a Windows újraindítása, és innen kezdve tudom használni a Multipass-t. Itt a legegyszerűbb, azt gondolom, hogy egy PowerShell-t indítani, amiből tudunk dolgozni. Azt mondja, hogy Windows PowerShell. Így a PowerShell-ben egy Multipass version kiadásával látnom kell, hogy milyen Multipass-ünk van. 1.10-es verziójú Multipass van a rendszeren. Itt, ha el szeretnék indítani valamit, hogy bármit szeretnél csinálni, a Multipass Help parancs az kiírja neked azt, hogy milyen lehetőségeid vannak, milyen parancsaid vannak, illetve a hálózatot akarod például megnézni, egy Multipass Networks az kiírja neked, hogy milyen hálózati csatolók érhetők el a Multipass virtuális gép számára,
jelen pillanatban egy darab Ethernet csatolója van ennek a gépnek, ami megfelel a valóságnak, ezt mondja. Ahhoz, hogy egy virtuális gépet el tudjak indítani, meg kell keresnem mondjuk azt, hogy milyen virtuális gépet szeretnék, egy multipass find-dal, mondjuk egy Ubuntu Jammit szeretnék, akkor egy Ubuntu Jammire rá tudok keresni. Így van, ebből létezik egy 2022.09.02-es változat, és ha ezt el szeretném indítani, akkor ezt egy multipass launch parancssal tudom megtenni, legyen a neve Jam, illetve a Jammi, tehát az az image, amit használok, és a nevét azt egy minusz-minusz némmel megadom, mondjuk, hogy legyen test a neve, és ezzel el tudom indítani a virtuális gépet, letölti és indítja. Linux alatt a multipass-t a snap parancssal tudod föltelepíteni, Ubuntu-ban a 16.04 óta a gyári tartozék a snap, más Linuxokra a snapcraft.io oldalról tudod feltelepíteni, azzal most nem foglalkozok, az egy másik videó témája lehet. Mielőtt feltelepítem, ránézek egy snap info multipass-szel, hogy milyen verziót is kapok, illetve elérhető-e a multipass, jól láthatóan elérhető. A jelenlegi verzió az 1.10.1-es, és kapsz némi infót arról is, hogy miket lehet vele elvégezni. A telepítés egy sudo snap install multipass parancsot kell kiadnod, ami pillanat alatt felteszi a snap segítségével. A multipass fent is van, egy multipass version parancs kiadásával szépen látszik, hogy milyen verziójú multipass-ünk van. Ez is rendben van és működik. Ha egy multipass help parancsot kiadsz, akkor az megmutatja azt, hogy milyen parancsokkal tudsz dolgozni. Az egyes parancsoknak is van helpje, tehát nyugodtan írd mögé, hogy help az adott parancsnak, és fogsz kapni információt, hogy azt hogyan kell használni. A virtuális gép indításához meg kell keresned, vagy tudnod kell a nevét a virtuális gépnek. Mondjuk egy find-dal a Jammire rákeresek, akkor szépen látszik, hogy van. Ha Ubuntu-ra keresnék így magában, akkor Ubuntu-ból is van, az ugyanaz a Jammit adja, tehát ha Ubuntu-t kérek, vagy Jammit kérek, az ugyanazt fogja adni jelen pillanatban, hiszen az Ubuntu-nak ez a legfrissebb változata, de amúgy bármelyik konkrét verziót is kérheted a telepítéskor, én most maradok a Jammi-nél. A virtuális gép indításához egy launch parancsot kell használnod, a multipass launch után megmondod az image nevét, tehát itt erre az image-re hivatkozok, ami elérhető, és utána egy minusz-minusz némmel megmondom, hogy mi legyen a neve a virtuális gépnek, amit indítok. Elindítja, pillanat alatt letölti az image-et, és ebből elindítja a virtuális gépet. Ilyen pofon egyszerűen tudsz egy virtuális gépet létrehozni. Ez Windows alatt és Mac alatt pont ugyanígy fog működni. El is indult a virtuális gép, egy multipass listát tudod megnézni, milyen virtuális gépeid futnak. Jelen pillanatban ez az egy darab tesztgépem fut. Tudok róla információt kérni a multipass infóval, ahol a virtuális gép nevét adom meg, vagy helyette minusz-minusz ollal az összes futó virtuális gépről kapok információt, jelen pillanatban ez az egy van csak, tehát csak erről kapok. Ha futtatni szeretnék egy parancsot a virtuális gépen belül, hogy a multipass alapvetően egy parancsori eszköz, akkor az exeket tudom használni, az exeknek megmondom a virtuális gép nevét, amiben futtatni akarom, használok két mínusz jelet, ugye azért, hogy ha a következő parancs további paramétereit már a virtuális gépen belül értelmezze, és nem multipass paramétereként, és kérek egy uname-a-t, látom, hogy ez egy Ubuntu, egy Linux kernellel, ami ebbe fut. Ha nem csak egy parancsot akarok kiadni, akkor a shell-t tudom használni, tehát a multipass shell parancs és a virtuális gép neve, az belép a virtuális gépbe, és mintha beelsesháztam volna, így tudok benne dolgozni, meg tudom nézni, milyen parancsok vagy programok futnak benne. Teljesen alapüres, minimális Ubuntu gépet kaptam, amiben semmi extra nincs. Teljesen jó arra, hogy teszteljek, és föl tudjam tenni bele azokat, amiket szeretnék. Ebből most kilépek, és így visszalépek a host gépemre. Ha le akarom állítani a virtuális gépet, hogy már ne fusson, de nem akarom törölni, akkor azt a stoppal tudom megtenni. Ez gyakorlatilag egy szabályos leállítást csinál. Ha most megint megnézem a list parancsot, akkor látszik, hogy ez egy leállt gép. Ha elindítani szeretném a leállított gépet, azt értelemszerűen a start parancssal tudom megtenni. Az pillanat alatt el is indítja azt, és láthatóan ismételten fut a gép. És a futógépnél ugye itt ezt észrevetted már, hogy van egy IP cím. Ez az IP cím, ez elérhető a host gépről, így ha bármilyen szolgáltatást futtatsz ebben a virtuális gépben, azt a host gépről ezen az IP címen el tudod érni, tesztelésre, fejlesztésre egy tökéletes lehetőség.
Lehet újraindítani is a gépet, ha nem akarsz belépni, hanem egyszerűen csak a multipass-szel adod ki, akkor egy restart parancsot tudsz használni, és az újraindítja a virtuális gépedet. Amit, hogyha megnézzünk egy, volt egy exec parancsunk itt az előbb, egy uptime-mal, akkor látszik, hogy 0 perce van, tehát újraindult a gép. Ha csak felfüggeszteni szeretném, tehát nem shutdown, hanem a jelenlegi futási állapot megőrzésével felfüggeszteni, azt a suspend parancssal tudom megtenni, ez ugye sokkal gyorsabb is, mint a leállítás. Ugye itt nézem meg, hogy mi van, akkor látszik, hogy suspended állapotban van. Az újraindítás ebben az esetben is a starttal történik, tehát egy multipass start teszttel elindítom. Ugye itt sokkal gyorsabb volt, hiszen a suspended állapotból sokkal gyorsabban vissza tud térni az életbe a gép. Jó, így tudsz leállítani, indítani gépeket, amit még ígértem az, hogy megmutatom, hogy hogy tudsz csatolni mappát abból a könyvtárból, ahol vagy, illetve a host gépedről. Ezt a multipass mount parancssal tudod megtenni, meg kell mondani neki a host gépen, hogy mit csatolsz. Én a pontot mondtam, hogy az a könyvtár, amiben vagyok, tehát azt szeretném, hogy az a könyvtár, amiből én most dolgozok, az legyen csatolva a test virtuális gépen belül a host almappába. Ha nem adnám meg ezt a kettős pont hostot, csak így teszt, akkor ugyanabban a mappába csatolja, ami mappa itt a host gépemen. Tehát ez a DOA felhasználó, tehát a per home per DOA felhasználó mappájába vagyok, akkor ez a home per DOA felhasználó mappájába kerül, de a virtuális gépen belül a felhasználó Ubuntu, úgyhogy én inkább annak a felhasználónak a host a mappájába csatolom jelen pillanatban föl azt a könyvtárat, amiben én itt most vagyok. Ez megtörtént, hát most megnézzük, hogy itt mi van, túl sok minden nincs, de ha létrehozok itt egy date.txt file-t ebbe a mappába, és megnézem a virtuális gépen belül, hogy mit látok egy ls parancssal, akkor ez a date.txt file ez bizony ott van. Ami azért érdekes, mert ott azt mondtam, hogy a host almappába kérem a telepítést, itt pedig mégis a látszólag ugye a felhasználó home könyvtárában adnám ki. Hát de ha megnézzük egy PVD-vel, hogy valójában az exec hol adja ki a parancsot, akkor meglepődhetünk, hát bizony abban a host mappában, amit csatoltam. Miért? Honnan tudja? Egyszerűen tudja, hogy itt mi van csatolva, és mappel. Tehát amikor kiadok egy exec parancsot, akkor automatikusan abba a könyvtárba fog a virtuális gépen belül tenni, ami könyvtárba a host gépen állok, ha a host gépnek a könyvtára csatolva van a virtuális gépen belül. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni. Ez egy hasznos tulajdonsága szerintem. Ha egy shell-lel bemegyek, akkor viszont a shell az nem fog abba a mappába bemenni automatikusan, viszont szépen látszik, hogy van itt egy host almappám, ahol ott van az a date.txt file. Ha én abba a host almappából ezt a date.txt file-t letörlöm, és kilépek, akkor az a date.txt file eltölt a host gépemtől is, tehát ez egy rendesen csatolás, nem bemásolta a fájlokat, hanem elérhető az a könyv. Tehát amit ott töröl, töröl, amit létrehoz, létrehoz, tehát a virtuális gépen belül létrehoz a dolgokat meg tudod őrizni a host gépen ezzel a módszerrel, hogy csatolod. Fejlesztésnél mondjuk egy programkönyvtárat, meg hasonlókat tudsz ugye becsatolni, hogy az ott használható legyen és működjön. Ha már nincs szükséged a csatolásokra, akkor a multipass amount parancssal tudod ezt megtenni, így leválasztod. A amountnak megmondhatom azt is, hogy mit, tehát a konkrét dolgot, vagy csak a virtuális gép nevét adom meg, ebben az esetben a virtuális gépnek összes csatolását eltünteti és megszünteti. Jó, ez is megvan. Nézzük meg azt, hogy hogyan tudom törölni a virtuális gépet. Egy stop után, de egy stop nélkül is tudom törölni a virtuális gépet. Ha egy delete-et nyomok neki, akkor leállítja és törli a virtuális gépet. De ha egy multipass listtel megnézem, hogy mi a helyzet, akkor ez a gép megvan, csak deleted állapotban. Ha én mégis meggondolom magam, és szeretném ezt a gépet továbbra használni, akkor egy recoverrel vissza tudom hozni, és akkor már egy stopped állapotú gépen van. Ha tényleg törölni akarom, akkor a delete után, ugye ebből a delete állapotban lévő gépeket a purge-el tudom eltüntetni, ami minden törölt gépet eltüntet, ténylegesen törli a diskről, ettől kezdve már nem maradt virtuális gép itt számomra. Oké. Nézzük akkor meg még azt az egy dolgot, hogy hogyan lehet automatikusan konfigurálni a virtuális gépet. Ezt ígértem, hogy a Cloud Init-tel ezt meg lehet csinálni. Ha a Cloud Init-et ismered, akkor tudod, hogy mit kell csinálni, ha nem, akkor annak is érdemes utána nézni.
Minden esetre itt most létrehoztam egy Cloud Init Config-ot, ami egy User Data Config, ugye ezt mindig egy HashMark Cloud Config-gal kezdjük, megadtam neki, hogy mi legyen az időzóna a virtuális gépemben, mi legyen a nyelvi környezet, frissítse a csomagadatbázist, illetve csináljon csomagfrissítést és csomag és rendszer frissítést is, illetve tegye föl nekem az MC-t, mint csomagot. Sok minden mást is meg lehet vele csináltatni, az megint egy másik anyag része, hogy a Cloud Configot hogyan kell használni. Itt azt szeretném megmutatni, hogy a Multipass-szel hogyan használod, illetve egy pár plusz tippet is mutatok a Multipass esetében. Méghozzá azt, hogy ugye egy launch-al ismét elindítom a Jammit, tehát az Ubuntu 22.04-et, azt mondom, hogy a neve a virtuális gépemnek legyen MC, megmondhatom neki a minusz-minusz CPU paraméter, hogy hány processzort kapjon, egyet, mekkora legyen a diszke, 8 gigás diszket adok neki, és mennyi memóriát kapjon, 1 gigabyte memóriát adok neki, és egy minusz-minusz Cloud Init-tel adom meg ezt a User Data YAML file-t, ami a Cloud Init-hez kell, és ez alapján ezt végre fogja hajtani. Ha ezt elindítom, akkor így egy picit lassabban fog létrejönni a virtuális gép, mintha csak egy teljesen üres virtuális gépet hoztam volna létre, hiszen minden, amit a Cloud Config-ban megadtam neki, az végre lesz hajtva, mielőtt itt visszakapom a promptot, hogy ez a gép készen van. Itt most is írja, hogy várunk arra, hogy az inicializáció befejeződjön, ugye ez a csomagfrissítések és a csomagtelepítés az, amit itt meg kell várjak. Elkészült, működik, és ha most ebben a virtuális gépben, az MC nevű virtuális gépben futtatok egy MC parancsot, akkor van egy MC parancsom. Ez igen, ez abban a gépben van, látszik is itt alól, hogy az Ubuntu kukac MC gépen vagyok, annak ellenére, hogy a parancsot kívülről adtam ki, F10-zel kilépek belőle, visszakaptam a promptot a host gépemen, tehát nem indítottam benne sehát, hanem csak egy exec-kel elindítottam és működik, tehát látszik, hogy a Cloud Init az megcsinálta a dolgát, feltelepítette ezt a csomagot. Mi van akkor, hogyha én ezt az MC-t innen kívülről szeretném használni? Nincs MC a host gépemen, csak hogy lásd, hogy itt nem működik. Föltehetném ide is, de nem akarom. Én a virtuális gépben szeretném használni. Erre való a Multipass Alias. Az alias használata az is roppant egyszerű. Egy Multipass Alias izzel meg tudod nézni, hogy jelen pillanatban milyen aliasok vannak. Jelen pillanatban semmilyen alias nincs. És hogyha egy Multipass Alias parancsa azt mondom, hogy az MC virtuális gépen belül, ott ugye a kettős pont előtt a virtuális gép nevét adom meg, az MC parancs, az a host gépen is MC parancs legyen. Na most ezt kétféleképpen tudod használni innen kezdve a host gépen. Egyrészt, amit ő is ír, hogy ezt a parancsot kiadva, tehát ezt mondjuk egy exporttal így szépen kiadom, akkor bár is van MC parancsom, de ha nem lenne, ezt nem adnám ki, akkor egy Multipass MC így is működik, hogy a Multipass-nek azt az parancsot adom meg, amit aliasszal csináltam. És így is működik, de mivel ugye kiadtam ezt az exportot, ahol beraktam a Path-be a home könyvtáramba lévő Snapple könyvtárba a Multipass Common Bint, ettől kezdve, ha én itt kiadom az MC-t, akkor ugyanúgy az Ubuntu MC gépen elindul, tehát az Ubuntu felhasználó vala az MC nevű virtuális gépen indul el a Midnight Commander, és nem az én gépemen. Noha, itt most ugye megnézzük, hogy milyen aliasaink vannak az aliasisbe, akkor itt szépen látszik az, hogy itt van, illetve hogy a Working Directory Map, ez okozza ugye azt, hogy a könyvtár mappelés megtörtént a csatolt könyvtárhoz, vagy megtörténne, de ugye azt leválasztottam már, úgyhogy az nem történik meg. Letörlöm ezt az aliaszt egy unaliasszal, akkor innen kezdve nincs ilyen parancsom, nem tudjuk futtatni, megszűnt ez az alias, ugye az aliasizzel megnézem, látszik nincs. Ezzel tudom törölni az aliaszt, illetve az is egy opció, hogy az aliasszal minden aliaszt törlök. Ez az összes virtuális gép összes aliaszat törli, ami be volt állítva, ez is egy ilyen opció. Oké, erre a virtuális gépre sincs már szükségem, úgyhogy törlöm, és egy purge-el tényleg eltávolítom, hogy ne foglalja a helyet. Nézzük akkor még meg, hogy mindez macOS-en hogy történik. macOS-en a telepítéshez, ugye itt az installnál, a Multipass Run per installnál, az install oldalon a macOS-t kell kiválasztanod, és itt van egy letöltés, ami egy PKG file-t tölt le neked, ezt futtatod, telepíted.
Ennél szerintem jobb módszer, ha van a gépeden Homebrew, akkor a Homebrew-val a Vue installal telepíteni, úgyhogy én ezt a variációt fogom megtenni, mert az már fent van a gépemen. Egy Vue install -- cask multipass-szel pillanat alatt fel tudom telepíteni a multipass-t és tudom használni. Értelemszerűen itt architektúra függő a dolog, tehát ez egy M1-es Mac, amin én ezt megmutatom neked, tehát ennek megfelelő architektúrájú virtuális gépeket fogok tudni használni, nem fog tudni mást. Itt ugye értelemszerűen a Mac-nek a beépített virtualizációt használjuk, ha csak nem kifejezetten kéred a multipass-t, hogy VirtualBox-ot használjon, feltéve ha a VirtualBox fönt van. Itt is egy multipass version-nel meg tudom nézni, hogy milyen verziónk van, és itt is minden gond nélkül el tudok indítani egy teszt virtuális gépet egy launch-al, ami letölti és elindítja a virtuális gépet. Elindult a virtuális gép, ha itt most egy exec-kel megnézem a dolgait, akkor látszik, hogy ez egy Linux rendszer, ami abba fut egy 5.15.0-es kernellel, amit ugye itt észre kell venned, hogy az architektúra ebbe az esetben AARC 64, tehát az M1-es Mac-nek megfelelő architektúrájú Linuxot kaptam, nem fog tudni más architektúrát futtatni értelemszerűen. Ja, itt ugyanazokat végig tudnám csinálni, pontosan ugyanúgy működik, mint a Linuxos változatban, úgyhogy ezt nem csinálom ismét végig, hanem egyszerűen egy delete teszttel eltávolítom ezt a virtuális gépet, és egy purge-al ténylegesen törlöm. Jó, így működik a multipass, ilyen roppant egyszerű használni, sok sikert a használatához. Köszönöm szépen a figyelmedet, további szép napot, szervusz!